Hogy mi volt az egy-kettő. A poén? Hogy hívják a... Magányos. Mit iszik a magányos? Mit iszik a magányos ember? Egyedül lét. Kellemes ünnepeket. Jó. Így is hoztam a fülest, hogy ilyen fasságokat ne halljak többet. Te ezt fölvetted? Föl. Jó, zsír, mert akkor ez lesz az eleje. Sziasztok, ez itt a Geek Zone velem, Bencével és Petivel, Péterrel, az operatőrünkkel. Hello, sziasztok. Ma egy elég érdekes tesztalanyunk van, egy notebookot, vagy laptopot, nem tudom, hogy hívjuk, fogunk tesztelni, méghozzá az Asusnak a... Igen, még dobozunk is van hozzá. Olé! Ebbe volt benne a kicsi. Igen, a kicsi, ami 2,5 kiló egyébként, tehát nem is annyira kicsi. Na, de a lényeg ez, hogy ez az új Asus ZenBook Pro Duo. Így, nagyjából azt hiszem ennyi a neve, meg még van egy csomó minden más megnevezés is mögötte, ez az i9-es változat. Ebben a dobozkában volt benne. Igen. Szóval ez az i9-es, ebben egy RTX 3070-es van, 8 gigával, van hozzá ilyen kis szexi börtök. És mit kell még róla tudni? i9, ugye ez nem a legújabb, hanem az egyen előző generáció, 2,4 GHz-es órajellel, 32 giga RAM, 1 tera SSD, azt mondtam, hogy 3060 RTX 8 gigával. De a kérdés igazából az, hogyha, ugye ez dupla, azért duó, mert hogy dupla kijelzős, mint ahogy látjátok, tehát van egy fő kijelzőnk, ez egyébként OLED és 4K-s kijelző, és van egy másodlagos kijelző itt alul, ami ugye jelen esetben a, most a kiterjesztése a Chrome-nak, de ugye ezt kifejezetten olyan embereknek ajánlják ezt a notebookot, akik valamilyen tartalomgyártók, tehát hogy most beszélünk arról, hogy te fotós vagy, vagy videós vagy. A lényeg az, hogy a content creatoröknek ez egy kifejezetten jól használható gép, legalábbis ezt mondják, és most ezt erre keresünk választ, hogy egyébként ez mennyire van így. Mert első blikre, amikor én is megkaptam, dupla kijelző, hát nagyon jó, és aztán ahogy egyre jobban bele ástuk magunkat, jöttünk rá arra, hogy azért korlátokat is szab, meg nem biztos, hogy... Attól függ, mire használod. Most én, amennyit nálam volt, meg így nyomkodtam, én arra jöttem rá, hogy nem mindegy, hogy mire használod. Tehát van, amikor nagyon hasznos tud lenni, valahol viszont inkább zavaró. Szóval látjátok egyébként a kijelző miatt, ugye a billentyűzet sokkal lejjebb került, és a touchpadet azt átrakták a jobb oldalra, ami az én esetemben például már nem jó, balkezes vagyok, tehát én is balkezes vagyok. Az egérkét, és jobb kézzel ügyetlen vagyok. Viszont így a klaviatúrát, ahogy nem tudom mennyire lehet hallani, tehát Csikósnak ezt ne adjuk oda, mert amúgy meglepően jó, tehát hogy jó ütögetni, csak ehhez képest elég hangos is. Azt mondják egyébként, hogy sokat gépelni nem jó rajta, főleg úgy most ugye mi csalunk, mert adnak hozzá egy ilyen csuklótámaszt, de hogyha a csuklótámaszt nem használod, akkor relatíve elég kényelmetlen a gépelés hosszú távon, mert hogy azért elég magas a gép, tehát hogyha megnézitek, akkor azért ez méretben sem kicsi, 15-ös ugye, azt hiszem ez a kijelző, de 2,5 kiló majdnem, és hát... Szóval ez nem az, amit csak úgy beledobsz a tatyiba, aztán akkor szaladunk vele, vagy hát lehet. Meg sok videóban írták, hogy egérrel használjuk, mert hogy sokkal könnyebb, de én most azt gondolom, hogy direkt jó, hogy nincs hozzá egér, mert én például sokszor van, hogy vonatom, vagy menet közben esetleg előveszem, vágok, és azért ott úgy szívás, tehát ott azért jobban esik az, hogy középen van a touchpad, tehát próbáltam egy olyan élet szituációt. Hát, mint a MacBookoknál például, ahol ugye középen van, és mondjuk háromszor akkora, mint minden viszont más laptopon. Viszont ezt nem mondtam el neked, de közben rájöttem, vagy hát megnéztem, hogy mutatom, figyelj. Innentől kezdve a balkezeseké is a világ. Ja, mert hogy az alsó kijelző, ugye egyébként az fontos elmondani, még azt nem mondtuk, hogy a Az egész, tehát hogy a teteje is, tehát a felső nagy kijelző, illetve az alsó kijelző is touchy-touchy. Azért ez elég sok szabadságot ad. Ez igen, főleg tehát... akkor egyébként, hogyha mondjuk megnyitsz egy, mert ugye ráadásul az Asus együtt dolgozik az Adobe-val, tehát hogy az Adobe Premiere-hez, Photoshop-hoz és társaihoz vannak olyan segédalkalmazások, amik ugye a főképe kijelzőn nyílnak meg, és itt az alsó kijelzőt pedig különböző funkciók elérésére használhatod. Megnyitod a Premiert, ugye ahogy láttátok, vagy látjátok, itt különböző
funkciókat lehet adni az alsó kijelzőnek, és akkor például a Control Panel Settings-et, ha megnyitod, akkor ugye itt ő feldobja, hogy különböző előre beállított, kifejezetten az Adobe termékekhez készült beállításokat vagy segédeket lehet bekapcsolni ugye Photoshophoz, Premierehez, After Effectshez és társaihoz. És akkor, mint látjátok, most megnyílt a Premiere Pro, fölül van a rendes, amit mondjuk egy kijelzős számítógépen is látsz a vágás közben, és akkor itt alatta, meg mint egy kvázi régi, ez úgy néz ki egyébként, mint régen a kétgépes, tehát a kazettás vágó asztaloknak a izéje, ahol be tudod itt a Mark, Clip, Go to In, Go to Out, Redo, Undo, New Project, hát gondolom ezeket is lehet kalibrálni, hogy milyen gombok legyenek itt, és akkor... Már, igen, ez viszont, hát most rövid a timeline, tehát rövid a timeline, igen. De itt nagyon jó, hogy hol akarod pontosan elvenni. Például így, ugye így lehet, lehet magában a videóban tekerni. Ez jó pofa. Összességében nem tudom, hogy mennyit tesz hozzá a vágáshoz. Én lehet, hogy úgy próbálnám inkább meg, hogy magát a timeline-t ide lerakod, akkor ugye itt egy nagyobb kijelzőn tudsz vágni. Én ezt megpróbáltam, nekem az megmondom őszintén nem jött be. Lehet, hogy megszokást igényel, csak ahhoz viszont sokat kell elnézegetni, és ami zavaró is akartam mondani, hogy ezen van valami fólia, vagy nem tudom, tehát mattítva van itt a felülete. Igen. És, de hogy ez nem leszedhető róla, tehát nem az volt, hogy nem szedtük hanem hogy ez így mattítva. Nyilván azért, hogy a fény ugye kevésbé tükröződjön hát, rajta, viszont igen, a betekintési szöged az nem nagyon, innen tehát, már nagyon nem jó. Nem tudom, neked ki tehát nagyjából égetem. Így lenne jó. Igen. Vágni. Ugye ehhez van egy ilyen, tehát hogy van egy ilyen magasító, amivel mondjuk így meg tudod dönteni még a laptopot, de a betekintési szöged akkor se sokkal jobb. Igen. Igazából. Nem tudom. Azt el tudom képzelni, hogy egy Photoshopban mondjuk, vagy egy fénye, vagy videó fényelésére. Oda, igen. Ez tök jó. Nagy, hát mondjuk a DaVinci-nél egy pultot helyettesített, hogy ide kihozod a különböző eszközöket, ha ki tudod. De egyébként nem tudom. Az, amit mondtál egyébként még, az jó pofa, hogy mondjuk, hogyha script alapján dolgozik valaki, akkor a scriptet beállítod ide, az alsó kijelzőn látod azt, hogy mik az utasítások vágás közben, és fölötte megcsinálod a vágást, és akkor néha csak lenézel oda. Csináltam is egy Word-ot így reprezentatíve, és elkezdtem belírni, hogy a Bence 1, csak nem tudtam folytatni, úgyhogy gondoltam, inkább nem hozok ki. Szóval, hogy igen. Miket tud még egyébként? Ugye azt mondtuk, hogy alapvetően az Asus egy csomó mindent ilyen előre beválítható alkalmazásokat talált ide ki, tehát hogy ide meg lehet azért, igen, lehet, van handwriting, ja igen, nem arról, tehát hogyha mit tudom én mondjuk egy könyvelő vagy, és akkor megnyitod, de azt is akkor tudsz számolni, meg ilyenek, de... Tudsz ilyen kis, nem tudom ezt hogy hívja, feladatcsoport, aha, beállítod magadnak, hogy miket szeretnél oda betenni, és elvileg most ő meg fogja ezeket nyitni. Igen. Tehát hogy minden programot, amit beállítasz oda, azt ő így elkezdi megnyitni. Most amiket találtam rajta, azokat próbáltam, tehát... Ja, csak így egyszerre 4-5 dolgot megnyit. Igen. Hát, igen. Amit láttatok az előbb, az egyébként egy jó pofa dolog volt, hogy ugye a DaVinci-hez például nincsen kiegészítés, azt hiszem. Tehát ez például tényleg az Adobe termékekkel működik jól. Elsőre egyébként az a fura benne, hogy amikor először meséltek az iPhone-osok arról, hogy van egy ilyen laptopjuk, akkor arra gondoltam, hogy úristen, ez nagyon kell, mert főleg nekünk, akik sokat utazunk külföldre, és én gondolkoztam, sokat megyünk, mikor ezt így... megláttam, megjelent, hogy én vennék egy ilyet, most nyilván drága, tehát most nem arról van szó, hogy így kiperkelni, hanem valamilyen tök minden, valahogy megszerezni egy ilyet, mert milyen jó lenne, de hogy nem voltak egyértelműek a visszajelzések, amiket én hallottam, hogy ez most segít, vagy... Mert ez jó pofa egyébként, ha látjátok, hogy így, hogy ez oké, de mondjuk ezért 1 millió egyet nem fizetnék. És hogyha az ember egy kicsikét tényleg jobban belássa magát ebbe, akkor összességében az nagyon fontos, igen, tehát hogy az érdemes kimondani, hogy mindenképpen megszokást és tanulást igényel az, hogy ezt ki tud használni. De mondjuk ez igaz minden, hogyha egy új vágóprogramot kezdesz el használni, vagy mondjuk egy vágóprogramnak valamilyen kiegészítőjét letöltött pluszba, azt is meg kell tanulnod, tehát ettől függetlenül nem mondanám azt, hogy ez mondjuk egy haszontalan dolog. Azt el tudom képzelni, hogy az olyan grafikusoknak, akik mondjuk ilyen stylus pent is használnak, ugye ma az is jár hozzá, és ez tökéletesen működik. Tehát aki ide tudsz rajzolni, tök jó. De hogy egyébként a csomó grafikusnak az lenne a segítség, hogy itt ez a kijelző, amire rajzolsz, de itt rajzolod. És azt elméletileg egy pár hónap ezelőtti tesztet néztem, az nem tudja. Lehet, hogy azóta egyébként jött ki rá valamilyen frissítés.
De hát meg most abban nem vagyok otthon, hogy az Adobe-nak nem tudom az illusztrátorában. Ja, lehet, hogy biztos be lehet állítani, vagy lehet, hogy meg tudom képzelni, hogy be lehet állítani. Na mindegy, a lényeg, hogy elsőre nagyon jónak hangzik, hogyha az... Wow! Van egy ilyen beállítás. Hogy kiegi... Hogy megcsinálja olyanra. Wow! Nagyon menő. Na hát jó, de ez se ér 1 millió 1-et. Ja nem, igen, ezek ilyen... Jó, hogy van. Jó, hogy van, igen. Beszéljünk egy kicsit egyébként arról, hogy oké, van egy ilyen géped, két kijelző, i9-es proci, nagy videókártya, minden egyéb, és akkor jogosan merülhet fel a kérdés bárkiben, hogy mennyit bír az aksi. Nos, hát 45%-on van, és 45 perc. Ami, és nincsen a legjobb teljesítményre fölhúzva. Tehát, hogyha még teljesítményt is akarunk kihozni belőle, egyébként sok tesztet néztem, ahol volt, aki azt írta, hogy 6 órát bírta, volt, aki azt írta, hogy 4 órát bírt mondjuk HD vagy 4K film vetítésével, de hozzátették azt is, hogy akkor a második kijelzőt nem használták. Én azt gondolom, hogyha vágsz... Vetítése lehet, de vágásra biztos nem bírt. Igen, tehát, hogyha vágsz, én szerintem ez egy órát, hogyha bír, akkor 1-1,5 óra nagyjából az, amit töltő nélkül el tudsz vele tölteni. Hát. Hogyha már töltőnél tartunk, tehát azért valahol az Apple, most nem akarom összehasonlítani, de... Jó, az Asus az mindig is tehát, erős volt ebben, igen. És fogd meg? Tehát, hát ez is gondolom még 1 kiló. Igen. Igen, tehát hogy nagyjából egyébként az egész cuccot magaddal viszed, akkor már 3 kiló fölött vagy bőven, és hát helyben sem vagy túlságosan kevés, mondjuk egy M1-es procival felszerelt Mac-et, amit meg olcsóbban megveszel, kevesebb helyet foglal, nem szükséges aktív fűtés, mert ugye sokan arra is panaszkodnak, hogy amikor használja az erőforrásait a gép, akkor igazán hangos. Tényleg hangos, és olyan hőt termel amúgy, tehát hogy mikor dolgoztam vele, és amúgy hát ez 3 snit van itt, tehát hogy nem egy bonyolult timeline, már azért ott is keletkezett a hő, és be tudod kapcsolni, hogy nyilván jobban hűtsön, akkor még hangosabb, és ezt én is tapasztalom a sajátomnál, nekem egy Predatorom van. És ezt akartam mondani, csak gyorsan a kijelzőre visszatérve, hogy oké, hogy ez nem 1.100.000-be került, de az csak Full HD, az a kijelző, ez a gamer laptop. Úgyhogy az, hogy itt mind a kettő kijelző 4K, az viszont szerintem... Igen, csak kérdés az megint az, hogy oké, 4K, tehát hogy ott megint jön a kérdés, most magunkról beszéljünk, mert nyilván külföldi meg más tartalomgyártóknak a nevében nem akarok nyilatkozni, de mi, hogyha 4K-ban is forgatunk, azt a legkevesebb esetben vágjuk 4K-ban, tehát mármint, hogy 4K-s monitoron, mert összességében attól, hogy 4K a nyersanyag, azt egy Full HD kijelzőn is ugyanúgy meg tudod vágni. Ja, nyilván, nem, persze. Nem természetfotósok vagy videósok vagyunk, ahol számíthat az, hogy egyébként 4K-ban észrevedd, hogy a fűszálon ott van-e az a hangya, vagy nincs ott, amit leforgattál. Tehát nekünk ilyen szempontból szép a kijelzője, tök jó, de hogy különösebben nem lenne baj, hogyha nem 4K-ban ja, lenne. Nem, csak hogyha opcionális, akkor... Igen, szóval összességében egyébként elsőre tényleg nagyon jó pofának hangzik ez a dolog. Iszonyatosan menő dolgok vannak rajta, tehát például, amit most Peti csinál, tehát hogyha ezt az ember megtanulja, gyakorolja, és elsajátítja, akkor én el tudom képzelni azt, hogy mondjuk a vágásnak, ha nem is magát a vágás részét, de az utómunka részét, az mindenképpen, tehát most itt gondolok a fényelésre, effektezésre, vagy bármilyenre, az gyorsabban tudod csinálni a stylus pennel, illetve a két kijelzővel, de nem vagyok benne biztos, hogy egyébként egy kezdő tartalomgyártó cégnek mondjuk egy ilyen laptopba kell beruháznia. Azt hiszem. Nem, meg ez ugyanaz, hogy most bármilyen alkalmazást vagy programot használsz, magadnak tudod teljesen szerkeszteni, melyik billentyűre mit csináljon, tehát hogy amit te megszoktál, vagy amit szeretnél, ez is nagyjából ugyanaz. Tehát, hogy amit most itt csinálok, billentyű kombinációkkal is meg tudnám csinálni, de mégiscsak azért ez így... Igen, meg egyébként tényleg a két kijelzőnek tud bizonyos helyzetekben előnye lenni. Ja, abszolút. Csak én nem gondolom azt jelen pillanatban, hogy ennyi pénzt megér. Aztán meg franc tudja, tehát hogy
De mondom, minden esetre nekem ez egy nagyon jó ötlet, ugye ezt már ráadásul ez az Asusnak nem is az első ilyenje, mert talán valamikor 2019-ben jött ki az első ilyen dupla kijelzős laptopjuk. Bocsánat. Te direkt nyomogatod a... Nem, csak lezártam a billentyűzetet, mondom, ne legyen lezárva. Ja, értem, jó, kösz. Szóval, hogy 2019 óta csinálja, de jó pofa egyébként, ezt nem is láttam, hogy ilyen... Ezt nem tudom, látszik-e? Nem látszik, megmutatom. Tehát, hogyha a touchpad az egy ilyen számológépé is tud... Hát a nem billentyűzetet előhozza. Igen. Igen, ez biztos egyébként, ezt minden tesztben is kiemelték, hogy ezt a laptopot csak és kizárólag azoknak ajánlják, akik egyébként olyan helyen dolgoznak, ahol mindig be tud dugva lenni a laptop. Csak akkor meg miért laptop, akkor már asztali gépet vesz inkább az ember. Oké, hogyha sokat utazol, akkor az asztali gépet nehezebb cipelni, akkor már jobb megoldás ez. Mondom, aki egyébként hozzá van szokva ahhoz, hogy dupla monitoron dolgozik, és ki tud egy olyan workflow-t találni magának, ami könnyíti a munkáját, mert egyébként lehetővé teszi a laptop, azoknak jó lehet egyébként. Ez egy szexi termék. Egy grafikussal kéne beszélni, hogy neki. Igen, én is azt gondolom, hogy videóvágáshoz nem feltétlen akkora előny, de egy grafikusnak el tudom képzelni, hogy sok előnye lehet. Viszont nekem az jutott eszembe, hogyha valaki sok skifit néz, és látja azt a moziba, meg a tévében, hogy így csinálnak különböző dolgok, hogy dobálják így a levegőbe, hogy ez azért már, hogy így odaérintünk, a kézzel is tudunk csinálni, ez már valahol egy ilyen, nem azt mondom, hogy előszobája, de egy olyan út, hogy egyszer vagy így fogsz fengni, hogy elvágod, arrébb söpröd. Igen, igen, az mindenképpen futurisztikus élményt ad, az biztos. Na, úgyhogy hát mi így látjuk ezt a laptopot, ahogy most nyilván, ha megdobnának egy ilyennel, ja, te, amúgy, hogyha nagyon szívesen vágunk ilyen, szó se róla, de hogyha nekünk, tehát hogyha pénzt kell adnom érte, akkor én lehet, hogy nem ezt választanám ennyi pénzért. Na mindegy. Szóval ez volt a kis tesztünk, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, aztán kövessétek a Geekzont, mert jövünk majd még más tartalmakkal is. Sziasztok! Ipon.hu